Mikrotik Shorts, tippek, trükkök, praktikák tőlünk, nektek. Hétről hétre új tartalommal, tartsatok velünk! A-a-a, és még mielőtt azt hinnétek, hogy éppen dadogós rohamgörcsöt kaptam, mit is jelent az, és mit tudunk kezdeni az autentikáció, autorizáció és accounting témakörében. Ha rúterosra koncentrálunk, a korábbi részben itt, megemlítettem egy mondatban, hogy a gyújt felhasználók, amikkel a használhatjuk és egyetem bejelentkezhetünk a szoftverbe, azok valójában a router OS, az alatta lévő router OS nek az adminisztratív felhasználói közül kerülnek ki. Na most ahhoz, hogy rútereink tömkelegén ne kelljen felhasználókat egyesével kézzel felveszegetni, tiltani, engedélyezni, jelszavakat aktualizálni és így tovább, ahhoz használhatunk egyfajta központosított autentikációt, autorizációt és accountingot, ugye ez az AAA megoldás az, amit maga a Radius protokoll fog számunkra biztosítani, és milyen integrálva van a routeres, szinte majdnem minden szolgáltatásába. Magát a szolgáltatást úgy tudjuk igénybe venni, hogy először is magát a Radius kliént konfiguráljuk, ezt a Winboxunk bal oldali menüjében Radius menüpont alatt találjátok meg, és még mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzük meg, hogy milyen más területeken van erre a lehetőség. Maga a Radius hitelesítés autorizáció, vagy éppen a, az auditinggal kapcsolatos üzenetek. Nagyon hasznosak is kézenfekvőek a rendszernek, ezért számos rétegében igény jelentkezik ennek a használatára. Például ott van például a PPP framework, ami szinte ordít ezért a, a lehetőségért, hiszen mit csinálunk a PPP-ben? Jellemzően VPN kapcsolatokat, valamilyen hozzáférés vezérlést fogunk irányítani, konfigurálni. nem véletlenül az, hogy a rádiusz terminológiája szerint azokat az entitásokat, rútereket, amelyek ilyen hozzáférés vezérlést végeznek, azokat NAS-nak, azaz Network Access Servernek fogjuk majd nevezni. Nem összekeverendő a Network et Storage rövidítéssel. Hát például a PPP lesz egy ilyen framework, ahol majd a Radius autentikáció, autorizációs accounting jól jöhet nekünk. A következő, amire jellemzően használják az operátorok, maga a login szolgáltatás. Az, hogy a routerünkbe bejutva, vagy bejutni, egy központi lista, egy központi engedélyezés segítségével legyen lehetőség. Ott van a hotspot, mint framework. Ugye a hotspot is jellemzően egy ilyen több felhasználós olyan rendszer, amit mint a PPP ordít azért, hogy központilag menedzseljük, ne kelljen minden egyes routerben, minden egyes entitásban egyedileg konfigurálni a felhasználók listáját. Aztán a wireless. És a wirelessnél egy picit bővebb a kör ettől, mint sem egyszerű felhasználókat definiálunk, hiszen a rádius maga az első két albetűjét, hogyha elemezgetjük, akkor először is egyfajta jogosultság ellenőrzést, ugye autentikációt, és autorizációt, azaz engedélyezést, és az engedélyezéssel kapcsolatos paramétereket, az üzemelés paramétereit fogja majd átadni a megfelelő NAS-nak, azaz a hozzáférés biztosító szervernek. A wireless esetében ez a következő kép néz ki. Ugye jön egy felhasználó, a valamilyen megcímével, mondjuk egy megcím alapú autentikációt szeretnénk létrehozni, akkor autorizáljuk, és válaszul megadhatjuk azokat a paramétereket, hogy milyen specialitásokkal rendelkezzen ez a kapcsolat. Melyik vélamba kerüljön a forgalma? Legyen rajta sávszélesség korlát, legyen rajta valami olyan speciális egyéb azonosító, amelyről egyáltalán rendelkezhetünk a router OS esetén. Na de ennyit a leszről. ezt a témát még elő fogjuk majd biztosan venni. Aztán a DHCP. A DHCP is jellemzően egy olyan ö, szolgáltatás, ahol többféle host fordulhat meg, azoknak különböző paramétereket, engedélyeket kell beállítani. Itt is nagyon jól használható a rádiusz az ip ek szintén egy ilyen, le, ilyen szolgáltatás. És itt van a főmenüben még a sokak által olyan mostohán kezelt, vagy éppen nem használt .1x szolgáltatás, ami majd port autentikációt és autorizációt fog biztosítani, ugye itt is jól használható a rádiusz, mint megoldás. Hát a routerünk ezen szolgáltatásaiban, szolgáltatási rétegeiben használhatjuk a rádiust, mint autentikációs megoldást. Egy kicsit beszéljünk a kliens lehetőségeiről, és hogy hogy is néz ki maga a rádiusz szerver kliens viselkedés. De a rádiusz szerver az jellemzően valahol egy központosított adatbázis tartalmazza mindazokat az autentikációs, mindazokat a az autentikációs, tehát a felhasználóhoz kapcsolódó, kapcsolt paramétereket, amelyek engedélyeznek majd valamiféle hálózati hozzáférést, és ehhez majd szépen sorba a hálózatunkon kapcsolódnak a klienseink. Na most a rádius a klienseinket a forrás IP címük, és a kliensekbe beállított secret paraméter alapján fogja majd felismerni és tudni azonosítani. Tehát nagyon fontos, hogy a szerver és a kliens közötti hálózaton lehetőség szerint ne használjunk NAT-ot, ugyanis ez meg fogja nehezíteni majd a klienseknek az azonosítását. A másik pedig a secret, aminek nyilván illik majd megfelelően bonyolultnak lenni, de még mielőtt belevesznénk itt az IT security kérdésekbe, Bele kell, hogy vesszünk az it Security kérdésekbe, ugyanis tudni kell, hogy alapértelmezetten a Rádiusz az eredeti szabványajánlás és az eredeti implementáció szerint egy egyszerű UDP alapú kommunikációt használ arra, hogy a kliens kommunikáljon a szerverrel. Sajnos ebben a kommunikációban olyan hashing algoritmusokkal közlekednek az érzékeny információk, amelyek ma már nem tekinthetők biztonságosnak. Ezért nagyon hamar igény jelentkezik arra, hogy a, vagy védjük meg valamilyen uh, korszerű hálózatvédelmi megoldással, hálózatbiztonsági megoldással ezt a forgalmat, legyen akár az mondjuk egy ip csatorna, vagy pedig használjunk úgynevezett radszek eljárást, ahol már rádiusz TCP alapon és TLS kiterjesztéssel, tehát akár a szerver és a kliens egymást X509-es tanúsítványoknak a bemutatásával, és azon belül már a kommunikációt egy kicsit biztonságosabban, korszerűbb módon képes és hajlandó megvalósítani. Tehát mindenképpen ez az ajánlott kérdés az, hogy a szerver, illetve a kliens rendelkezik-e megfelelő támogatással. Az UDP alapú kommunikációval az is a baj, hogy UDP. Tehát ezek az üzenetek elvesznek. És mivel a rádiusz környezetünk, a kliensünk, a szerverünk nem csak autentikációt és autorizációt, tehát engedélyezést végez. Végez egyfajta naplózást is, ugye accounting vagy könyvelés. A létrejött sessionnel kapcsolatos folyamatos információkat a NAS beküldözgeti majd szépen a szervernek, és ezzel ott mindenféle mérést és telemetriát lehet a, a hálózatról összeállítani. Tehát képzeljünk el mondjuk egy egyszerű PPP frameworkben működő autorizált kapcsolatot. Erről a kapcsolatról lesz olyan információnk, hogy éppen mennyi byte forgalmazott, mióta tart, éle még egyáltalán, és így tovább ezek az üzenetek nekünk fontosak, és ha ezek az UDP üzenetek elvesznek, mert hát elveszhetnek, sajnos a protokoll tervezésénél fogva ez ilyen, akkor a rádiusz szerverünk valamilyen interakciót kikényszeríthet a nas ennek kapcsán. Tehát mindenképpen bölcsebb dolog radszek alapon üzemeltetni az ilyen összeköttetéseket. Na jó, tudom, egy kicsit túl messzire is mentünk. De a következő részekben majd pont a router rádiusz képességét fogjuk kivesézni. Sziasztok!